Július 1-ével indul az új otthonteremtési program. A korábbi Szocpolt felváltó állami támogatást már az egygyermekes családok is kérhetik, továbbá azok is, akik gyermeket vállalnak, akár örökbefogadással. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Fejér megyei Nagy Karácsonyon tartott sajtótájékoztató után a Magyar Távirati Irodának elmondta, a családi otthonteremtési kedvezményre az idei költségvetésben 4 milliárd, míg a jövő éviben 9,5 milliárd forintot különítettek el. Hozzátette, mivel a keret felülről nyitott, így minden a feltételeknek megfelelő igénylőnek biztosítják a vissza nem térítendő állami támogatást. 2015. július 1-től már az új ingatlanok mellett használt ingatlanoknak a vásárlásához, és illetve használt ingatlanoknak a bővítéséhez, felújításához is igényelhető a CSÓK, a családok otthonteremtési kedvezménye. Tehát még egyszer, egyrészt a gyermekszámban, másrészt pedig az ingatlan típusában, illetve új vagy használt jellegében van jelentős változás.